Második profiligás szezonját kezdi meg augusztus 12-én a VFC. A nyáron nagy változások történtek a futballpálya és a csapat környékén. A következő riportunkban a pályafelújításról és a játékos keret alakulásáról hallhatnak. A becsési sporttelep a mai formájában alkalmatlan a másodosztály követelményeinek ellátására. Az önkormányzat elképzelése az volt, hogy értékesíti a mai pálya területét, és a bevételből egy új komplexumot építenek. Sajnos a beruházó elállt a megvalósítástól. Az egykor kitűnő talajú pálya végóráit érte. Ha nincs pálya, akkor csapat sincs. A testület 16 millió forintot szavazott meg a sporttelep átalakítására, amelyből 3,5 milliót a füves pálya rendbehozatalára költenek. A fennmaradó összegből edzőpálya és az utánpótlásnak kis pálya készül. A csapat a felkészülést albérletben a Malév pályán végzi. Itt találkoztunk a játékosokkal és a szakmai vezetőkkel. Kapu mögül is a futópálya részről, ahol ősgyep van, onnan kitermeltünk 600 négyzetméter gyeptéglát, megcsináltuk a tükröt, és ugye azokat helyeztük el, és a pálya kritikusabb szakaszain. Ezek melyek voltak? Egy-egy gyeptéglát, hát a nagyon kritikus ugye a középpálya. Azt kellett, és hát a legnagyobb rész, hát olyan 580 négyzetméter gyeptégla csak a középpályára került, és mondjuk egy 20 négyzetméter, ahol egy-egy téglát kell javítani, de hát így is még ezesebből vérzik. Ez csak úgy lehet, hogyha most kap egy folyamatos kezelést, tehát nem úgy értem, hogy a karbantartást, hanem a téliesítés, tavaszi felülkezelést, és akkor talán ugyanúgy fog pompázni ez a pálya, mint régen. Hát gondolom, hogy Szalantai János szerkesztő úr nagyon jól tudja, mert végig kísérte ennek a pályának a sorsát 1968 óta. Azt nagyon remélem, hogy mindenki megelégedésére, de azt kell mondjam, hogy nagyon gyönyörű lesz ez a pálya, de hát olyan 70%-os készültségi fokra lehet ezt megcsinálni. Most az őszi bajnokság után a centerpályát a Dózsa-György út felé eltoljuk egy 5-10 métert ahhoz, hogy a hátsó edzőpályán lehessen valamit kezdeni, mert ugye az új szabály szerint 90x55 méter szélesnek kell lenni ahhoz, hogy meg tudjuk csinálni, hogy hitelesíteni lehessen, hogy minden ilyen utánpótlás csapat és egyebek le tudják játszani, akár az IFI is a mérkőzését, ha egy olyan időjárási viszony van, ahol nem szabad tönkretenni a pályát. És ahogy én hallottam, hogy be van tervezve, hogy azt is meg lesz, gyeptéglázva lesz, és ott a edzőpálya mögötti terület, ahol a Bozsiknak alakítanak ki egy ilyen 30x50 méteres területet, ahol egy kis pálya, egy kézilabda pálya méret befér oda, ahol a gyerekek ugye le tudják játszani a meccsüket, meg az edzésekre is nagyon jó lenne. Hát hogyha ezek megvalósulnak, az egy nagyon szép dolog, de ha nem, akkor nagyon nehezen lehet ezt a centerpályát megkímélni, mert nagyon sok a gyerek, hát körülbelül 180-200 igazolt játékos van itt a futballklubnál. Éppen mondtam Palotai Pálnak, akinek most átadták a pálya karbantartását, hogy most beszélje meg a vezetőkkel, mert a téliesítésre már most elő kellene készülni az anyagokat be, hogy azt ugye rendes keveréssel, tehát beérjen arra az időre, amikor az őszi bajnokságnak vége van, akkor mindjárt hozzá kezdeni, ahhoz, hogy tényleg maga a töké legyen. Hát úgy gondolom, hogy látták ezt a területet most. Rettentő nagy dolgot hajtottunk végre ilyen rövid idő alatt, mondom én, de azt hiszem, hogy lehet is látni, hogy mi történt ez alatt a 3-4 hét alatt.
Én megmondom őszintén, hogy... Tehát erősödtünk tulajdonképpen. Én úgy gondolom, hogy igen, Meg egy kicsit én tettem rá egy lapát a maga az edzés munkában, mert ennélkül nem megy. Szóval a munkahíve vagyok, és vannak kedden két edzések vannak alapozáskor. Most edzőtáborban voltunk Báza keretjén, és ott napi két edzések voltak, ami a vecsés történetében tényleg nem adatott meg, hogy el tudjanak menni edzőtáborba. Én hál' Istennek a szponzorok segítségével meg tudtam ezt oldani, és tényleg nagy segítségemre voltak, hogy ezt létrehoztuk. Én megmondom őszintén, hogy ebben én úgy gondolom egy ilyen összekovácsoló jellege is volt ennek az edzőtábornak. Nyakunkon ma már lassan kezdődik a bajnokság. Én úgy gondolom, hogy a rengeteg munka mellett, hiszen június 26-tól kiszámítjuk, majdnem 6,5 hetes felkészülés lesz. Majdnem, hogy az NB1-es csapatoknak a felkészülési idejét töltöttük mi el. Más NB2-es klubok 4 heteket, 4,5 heteket töltöttek pályákon. Mi 6,5 hetet töltöttünk. Én úgy gondolom, remélem nagyon nagy örömmel venném, ha jól kezdenénk a bajnokságot, és lenne ennek eredménye, és látnánk ezt a munkát, amit mi itt befektettünk. Mi, amit másként szeretnél látni? A tavasszal, ugye ne is nagyon beszéljünk, mert előbb már beszélgettünk róla, hogy nagyon gyengén sikerült, azt mindenképpen felül kell mondani, de esetleg játékban, játékstílusban mi az, amit többet vársz, mást vársz ettől a csapattól? 20-asra kerekedett nekem a keretem, direkt úgy is akartam, nem akartam 24-es keretet, ne legyenek itt lézengő palik, érezzék a motiváltságot, érezzék, hogy bizalommal vagyok feléjük, érezzék, hogy lehet tenni ezért a klubért, és bármikor bevethetők legyenek. Természetesen támadó futballt szeretnék kieszközölni, megtalálni a megfelelő összhangot és a megfelelő harmóniát a csapatban. Ugyanez tavaly elmaradt. Egyikkel tudtam sajnos tavaly játszani. A Fekete Robi sem tudott annyira még belépni ebbe a játékba, hiszen sérülése még mindig akadályozta abban, hogy maximális teljesítmény nyújtson. A Potemkin Karcsival tudtam elől játszani, Formel Krisztián tudott belépni neki. Most ez változott. Most 4-5 olyan csatát választottam, találtam és kerestem, akikben maximálisan megbízok, és úgy érzem, hogy ők meg fogják oldani a feladatot. Ezáltal a rendszerünk is egy kicsit változni fog. Nagyon szeretem ezt a játékot, és még szeretnék sokat tenni vecsésért. Persze időben már lehet, hogy kevesebbet, de ugyanakkor még aktívan. És a Józsival leültünk, beszéltünk, én ismerem a Józsit egy éve, a Búzás Józsiról van szó, akivel a Béli Szenszet együtt végeztem. Nagyon felkészült edzőnek tartom, hihetetlen jó embernek, nagyon szereti a focit, Kókán ő letette a névjegyét, és én biztos vagyok benne, hogy nagyon nagy segítségemre lesz, és mindent együtt megszerkezve, megpróbálva, megbeszélve, mindent a csapat érdekében szolgálatára állni. Ő ilyen ember, ő a szívét, lelkét itt odaadja, úgyhogy én úgy érzem, hogy nagyon jó partnerem van. 14 éves koromtól vagyok igazolt labdarúgó, 39 éves vagyok, 37 évesen abba hagytam az aktív focit, a NB3-ig jutottam a fociba, megszerettem az edzőpályát, elvégeztem a DB-t, majd a játékvezetőt, a Pison Pistről készülünk, az Áliszenszem a jelentkezésbe van adva. A siker... Edzőként merre dolgoztál, itt elhangzott, hogy Kókán már voltál, előtte voltál valahol másod? Előtte Szentmártonkádtán voltam, ez egy körzeti csapat, elég szép sikereket értem el, utána felkértek, mire Kókai születésűek a Kókai csapatnak a vezetésével. Hát a körzeti osztályban a legutolsó helyen vettem át a csapatot, 3 ponttal voltak. Fölvittem őket megy első osztályba, 2 év, 2 arany, kupameccsek, emléktornák, mindent megnyertünk, amit lehetett. Márta a főtáblán van a Kóka a kupába. Mindenféleképpen a támadó focit eljöttem, mivel Kókán is ezt próbáltuk, és hát is 5NB1-es játékosom volt Kókán is. Kacemba Kimre, Hollóri járt, Herceg Csaba, és még volt egy jó pár, és hála Istennek átálltunk erre a 3-1-4-2 játékrendszerbe, támadó rendszerbe, és én annak a hív vagyok, hogy én nem vagyok ennek a védekező bunker foci, talál egy jót, nem talál, X is jó, nem X. Én azt mondom, még a VB-n is nagyjából ezt láttam. Ugyanezt láttuk, igen, amikor én fiatal voltam, az a 20 éves, egy 20 éves, és lejtem a tévé elé, hát akkor más volt egy VB, egy világbajnokság, akkor játszották az emberek a focit, Oxi, levette, látta, nincs ilyen, erőfoci van, sajnos mindenki eretét rá, piros lapok, durvos vágok. Hát ezen próbálják egy kicsit javítani itt vecsésen, hogy legalább ne erről szóljon itt a foci, hanem arról szóljon a sikerekről. Na most neked teszem fel a kérdést, pedig
tulajdonképpen Pisant Pistának is fő kellett volna. Én úgy látom, hogy az elmúlt szezonban a vecsési csapatnak egy másik nagyon nagy baja az volt, hogy talán, és szép statisztikák is alátámasztották, talán a legdurvább csapata volt a két MB2-nek. Ezzel kapcsolatban van-e valami változtatásra való elképzeléstek? Mint mondom, két év ismer a Pistit, és ő elhívott egy párszor a vecsési bajnoki meccsére. Eljöttem, megnéztem. Tényleg nem akarom bántani a múlt edzőit. Én úgy vélekedek, hogy ott is voltak gondok. Kihatott a csapatra az ő fegyelmetlenségük, akkor a játékos is megengedte magának. Én mindenféleképpen a vezetőség ezt kérte tőlem, és a Pisont Pistitől első számú szempont a fegyelmezettség megakadályozza. Ő legyen a csapatnak tartása, mindig kevesebb piros és sárga lap, és utána az eredményesség. És mindenféleképpen mindenben szabad kezet kaptam, akár még odáig is, hogy igazolást a játékosnak a kezébe adom. Bemutatásomkor én ezt előre is el is mondtam minden játékosnak, hogy tudja mindenki, hogy új bajnokság van, és mi a célok, és mi akarunk elérni, és minden játékos tudomásul vette.